Köszöntöm nézőinket, Önök a Budakalász Ma hírmagazinunkat látják. Először nézzük, hogy miről lesz szó híradónkban. Parlagfű bírsággal sújtják a szabálysértőket. Kötelező olvasmányok még nem késő kölcsönözni a városi könyvtárból. Kézilabda Balatonfüreden kezdi az őszi szezont a Budakalász. Lejárt a parlagfűmentesítés türelmi ideje június 30-án. Július 1-től komoly bírságra számíthatnak azok, akiknek a telkén nagyobb mennyiségben találnak belőle az ellenőrök. A gyomnövény írtás fontosságát hangsúlyozzák a szakemberek, hiszen évről évre magasabb az allergiás megbetegedések száma hazánkban. Magyarországon minden harmadik ember allergiás vagy érzékeny a parlagfűre. Idén június 30-áig kellett az ingatlanokon és környékükön megjelenő növényt kigyomlálni. Aki azonban elmulasztotta a mentesítést, 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő pénzbüntetést is kaphat. Fontos tudni, hogy a türelmi idő lejártával minden esetben megtörténik a bírság kiszabása. Folyamatosan járják egyrészt a kollégáink a belterületet, külterületen pedig a növény- és talajvédelmi hatóság végzi az ellenőrzéseket és a felderítéseket. A bírságok kiszabására egyébként szintén a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult belterületen és külterületen is. Belterületen azonban a hatósági eljárást a jegyző köteles minden esetben megindítani és átadni a hatósági eljárás alapján keletkezett jegyzőkönyvet a növényvédelmi hatóságnak, aki kiszabja a bírságokat. A parlagfű esetében itt a négyzetméter nagyság határozza meg a bírság összegét, illetve a terület fedettsége és borítottsága a parlagfűvel való szennyezettsége. Fontos azt is megemlíteni, hogy magánál, a parlagfűnél már a virágbimbó kialakulását kell megakadályozni, tehát nem kell azt megvárni, hogy a pollennel szennyeződjön a terület, tehát, és ezt az állapotot egészen a vegetációs időszak végéig fent kell tartani. A növényírtását érdemes körültekintően végezni, hiszen a parlag fűpuszta érintése is kiválthat allergiás reakciót. Az első és legfontosabb, hogy ne engedjük, hogy a parlagfű megjelenjen maga a virágbimbó. Mert attól, hogy még van parlagfű, de nincs rajta esetleg virágbimbó, akkor még nem követi ez a bírság kiszabását. Kisebb területen a leghatékonyabb módszer az, hogyha gyomlálással, kapálással húzzuk ki a parlagfűet, hiszen a kaszálás ennél a gyomnövénynél, tehát serkenti a gyomnövény fejlődését, nem jelent végleges megoldást. Megoldás lehet nagyobb területeknél még a szelektív gyomírtás is, és hát nagyon kell odafigyelni, hogy gondozottak legyenek a területek, záródjon össze a természetes növénytakaró, hiszen akkor a parlagfű is eltűnik. Nem csak a parlagfű elleni védekezés fontos, minden más allergén növényt ki kell írtani, amely az adott terület vagy ingatlan használójának feladata. Elsősorban egészségügyi hatásai miatt kell harcolni a parlagfű ellen, hiszen évről évre több az allergiás megbetegedés, és ennek a leghatékonyabb módja, hogyha közös összefogással megfelelően védekezünk, nem csak a parlagfű, hanem az egyéb gyomnövények ellen is. El szeretném még mondani azt, hogy belterületen nem csak az ingatlanon belüli terület gyomtalanításáról kell gondoskodnia az ingatlan használójának, hanem az ingatlan előtt húzódó zöldsáv fenntartása és az ingatlan tulajdonos kötelezettsége. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területet fedez fel, fordulhat közvetlenül az önkormányzathoz, személyesen, postai vagy elektronikus úton, de telefonon is tehet bejelentést. A budakalászi polgármesteri hivatal elérhetőségeit a www.budakalász.hu weboldalon tekinthetik meg. 300 ezer forint pénzbírságra és 1 év 2 hónap járművezetéstől eltiltásra ítélte a Szentendrei Járásbíróság első fokon Körtiszt. Miután a rapper tavaly januárban ittasan és kokainnal a szervezetében okozott balesetet.
A vádirat szerint a zenész 2017. január 1-én délután 5 óra körül Budakalászon a Pomázi úton hajtott le az útpatkára és villanyoszlopnak ütközött. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, a közvilágítási kandeláber tartó oszlopa azonban eltört. A balesetet a Curtis mögött haladó autós jelentette a rendőröknek, akik néhány perccel később már a helyszínen is voltak. Meg nem erősített információk szerint a rapper enyhítésért, míg az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, így az ítélet egyelőre nem jogerős. Nincs vakáció olvasónapló nélkül, az idei nyáron is sokan látogatnak el a budakalászi könyvtárba, hogy kikölcsönözzék a kötelező olvasmányokat, de a szabadidős olvasás is nagy népszerűségnek örvend a szünidőben. A sok strandolás, nyaralás és játék mellett egy kis olvasásra is jut idő, hiszen minden évben akad kötelező olvasmány, amelyet a következő tanévben kérnek számon a magyar órákon. A Kós Károly Művelődési Ház könyvtára felkészült a diákok seregére, hiszen minden évben kiemelkedő időszak ez az intézmény életében. A kisiskolások a gyermek és ifjúsági könyvek között, a középiskolások pedig az idősebbeknek szóló részlegen találják meg a feladott irodalmakat. A szülők a kis listákkal érkeztek, hogy a gyermeknek mit kell nyáron olvasni. Az olyan kötelező irodalmat, amit már az előző évek tapasztalatai alapján tudjuk, hogy többen keresnek, abból több példányt is beszerzett könyvtárunk, és tudunk biztosítani a gyermekek számára, de mivel változik a világ, és hál' Istennek a pedagógusok is nyitnak, tehát olyan kötelező irodalmat is ajánlanak, vagy ajánlott irodalmat, amiből egy-egy példányunk van, de hát azért vetésforgóban a gyerekek a nyár folyamán hozzájuthatnak ezekhez az irodalmakhoz. A legkisebb korosztálynál szembeütlő számomra az, hogy a kortárs írók közül választanak a pedagógusok, ugye vannak ez az olvasáshoz szoktató különböző szinteken megjelenő sorozataink, az Olvasó Tigris, az Olvasó Cinke, Berg Judit, Fini Petra is írnak ilyen sorozatokat, amik nagyon kedveltek a kicsik körében. Sokféle praktika létezik, ami segít a hatékony haladásban és a színvonalas olvasónapló elkészítésében, de minden tanulónak más módszer válik be. Azt gondolom, hogyha egy pedagógus előkészíti, akkor ugye elmondja a technikát, a tanácsot a gyermekek számára, akik vagy megtartják, vagy nem, tehát van olyan ifjú olvasónk, aki már olvasáshoz szokott, tehát rendszeresen könyvtárlátogató, tehát számára nem okoz nehézséget, bár ha olyan típusú a kötelező olvasmány, ami nem köti őt le, akkor lehet, hogy nehezebben halad végre, de teljesíteni fogja. Aki pedig a kötelezővel kezd, hát az pedig egy nehézség lesz számára, de minden gyermek megküzd vele szerintem. Tavaly voltunk pont egy ilyen előadáson Szentendén, a Kötelezők röviden címen a Pest megyei könyvtár szervezte, és ott volt erről szó, hogy a pedagógusoknak nyitni kell mindenféle irányba, és most már nagyon sok kötelező irodalom, nagyon sok ilyen olyan mű, ami mondjuk hosszabb terjedelmi, tehát ilyen 500 oldalas lenne, átdolgozásra került, rövidített változatba. Nem azt mondják, hogy ezt érdemes elolvasni, de ettől sem zárkóznak el. De azt gondolom, hogy alapjában az eredeti mű, ami fontos, és azt kell megismerni. A nyár nem csak a kötelező olvasmányokról szól. A szünet ideje alatt sok fiatal szakít időt arra, hogy kedvtelésből olvasson. Nagyon fontos azt is tudni, hogy milyen érdeklődési körű, tehát ugye a fiúk, a lányok különböző érdeklődési körben mozognak. A sorozatok azok most nagyon felkapottak, tehát akinek a barátnője olvassa Leiner Laurát, akkor biztos ő is végigrágja magát ezen a 10x kötetes sorozaton. A fiúknál ugye a kisebbeknél a foci, és történetek utána már jönnek a történelmi kalandregények, tehát én azt veszem észre, hogy a sorozatokat nagyon keresik. Tehát megjelenik egy kötet első résszel, akkor nagyon figyelnünk kell, hogy nehogy elfelejtsük, vagy kimaradjon, hogy a következő rész már megjelent, és beszerezzük, mert már itt állnak és dübörögnek az ajtón, hogy már megjelent a második rész, és szeretnénk kölcsönözni. Tehát ez attól függ, hogy milyen az érdeklődési körük. És a szülők is azért kicsit egyengetik az útjukat, úgy vettem észre, mert egyre több gyermekkel érkezik szülő, és együtt beszélik meg, hogy akkor mit is fog elolvasni a gyermek. A budakalászi könyvtár megváltozott nyitvatartási renddel várja a látogatókat a nyári időszakban. Szeptember 4-ig a kölcsönzési napokon 9 órától 14 óráig lehet majd igénybe venni az intézmény szolgáltatásait.
Kisorsolta a Magyar Kézilabda Szövetség a 2017-18-as idény NB1-es bajnokságainak fordulónkénti párosítását. Budakalász először idegenben a Balatonfüreddel mérkőzik, majd meg szeptember 10-én vasárnap, hazai pályán először szeptember 17-én láthatjuk játszani az együttest. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő várható, az északi területeken lehet kicsit több felhő, de csapadékra nem kell számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható, késő estére 19 és 24 fok közé hűl le a levegő. A Budakalász ma adását látták, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan Köztér című műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 6 órakor várjuk Önöket, de addig is visszanézhetik korábbi műsorainkat a www.vkctv.hu oldalon, de követhetik online is az élő adásunkat, és ne felejtsék el, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Köszönöm.